Markológépek, geodétek, építőipari munkások lepték el a Bonyhádi úton található iparterületet Bátaszéken. Megkezdődött az ipari park kialakítása, amire régóta várnak már a helyiek. 4-5 vállalkozás tud majd itt megtelepülni, hozzájárulva Bátaszék fejlődéséhez. A projekt gyakorlatilag egy 6 hektáros terület alapinfrastruktúrával történő ellátásáról szól. Ez azt jelenti, hogy ezen a 6 hektáros területen víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetési rendszerek fognak megépülni, kiépül ennek a 6 hektáros területnek a gáz, illetve villamosenergia ellátása az előzetes igények és becslések figyelembevételével. A projektnek, mint ahogy a többi TOB beruházásnak is, az a célja, hogy a térség, a régió fejlődjön, és új vállalkozások létesüljenek, új munkahelyek jöjjenek létre. A tervek alapján már 2019-ben birtokukba vehetik a bátaszéki ipari parkot a vállalkozások, így a hamarosan megépülő agrárlogisztikai központtal együtt több mint 50 új munkahely jöhet létre a településen. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondta, minden nehézség építőipari anyagárak emelkedése miatt álló vagy akadozó beruházások ellenére a településfejlesztési operatív program halad. Úgy gondoljuk, hogy tartjuk a határidőt, erőlködünk, sietünk és bízunk abba, hogy a megyei értékeket ezzel is tudjuk növelni, hiszen nagyon fontos a megyének az, hogy munkaerő szempontjából, foglalkoztatás szempontjából, gazdasági fejlődés szempontjából ezek a projektek megkapják a zöld lámpát. A Tolna megyére eső 28 milliárd forintnyi TOB forrásból 25,5 milliárd forint támogatást nyertek el a települések különböző fejlesztésekre. 146 projekt kapott zöld utat, köztük a bátaszéki.